Monkey. Sziasztok, én Spelunky Monkey vagyok, és ebben a videóban Minecraftozni fogunk madárral, ahogy látjátok. Igen, nagyon kreatív tartalom, még senki nem csinálta ezt előttünk. De csak annyit szeretnénk mondani, hogy ebben a világban megengedtük magunknak a tépézést, de más nem, mert mi így szeretünk játszani. És hogyha ez nektek nem tetszik, akkor ne nézzétek a videót. Na mindegy, kezdődjön. Ha előre mentem volna itt most, akkor meghaltam volna. Az komoly. Jó, hát ez örök. Jaj, ne! Jaj, geci picsás, ezzel fog kezdődni a videó. Mennyi HP-d maradt? Amúgy kettőt kivecseződtem. Ez a hang, ez ilyen off-brand, Mario. Creeper, basz meg! Mi? Csak agyamba robbant egy creeper. Hallod? Itt egy zombi villager, geci. Mit is beszéltünk meg, hogy nem megyünk le a ravinba? Ah, úgy igen. Ez mi volt? Igen. Menjél innen! Semmelyik horrorfilmben nem voltam ennyire beszarrant. Menjél innen! Gugi. Van 12 vasam, az night. Night. One eternity later. Amondó vagyok, hogy amíg így nem lesz jobb cuccunk, addig én fogom és itt ásom a jó lyukat. Jó. Mert lyukak azok mindig jók. Bölcsesség. Lesz egy kis terasz, hívni. Én nem akartam előni ezt a poénot. Tessék? Nem akartam én előni ezt a poénot. Milyen poén? De megtetted. Mit mondtál? Ja. Lesz itt egy jó kis terasz. Nem fogom. Az a baj, te nem látod, amit én látok. Tehát ez a lapos plac, ez itt teljesen le lesz fedve a házzal. Legyen. Az a voice crack, hallod? Legyen! Akkor hova rakjuk le ideiglenesen? Én ide így... Mondom, csinálok egy lyukat a falban így. Ja, meg az én nézőimnek mondom, hogy ők látják, hogy így hirtelen ide termett egy ház. Ez azért van így, mert használok egy ilyen light metika módot, amivel így lerak egy ilyen hologram cuccot a háznak, és... Igen, mert hekkel. Igen, hekkelek. És akkor így látom is, hogy hogyan kell megépítenem kell képről építgetnem, tehát gyorsabban kész lesz a videó. Hogy ezt mondom, szerintem, hogy nekem itt lesz a házam. Ja, hogy végül házat építesz? Aha, mert itt tök jó lesz, mert ki van dizájnolva az egész, hogy akkor fogom is egy ilyen teraszból fog bemenni a házba. Na, ezt tök furcsa magyaráztam el, de... Tehát, hogyha nagyok lesznek a vágások, és hirtelen ilyen vastutcaim vannak a gyémántok, nem akarom belerakni a unalmas bányászatot. Feltöltöm külön csatornára. De én feltöltöm egy külön csatornára. Hogy ja?
Szerintem a fő területnek elég lesz ennyi. És addig, amíg nem megyünk a Netherbe ilyen cuccokért, mert én is szeretnék Nether Wartot rakni a házba, tudod? Mert egyik kedvenc blokkom. Aha. Addig szerintem hagyom így, hogy majd akkor megépíthetem, amikor minden megvan. Paksa. Amúgy alszunk? Nekem van gyapjunk, neked? Nekem már ágyam is van. Akkor aludjunk. La, csak csinálok gyorsan egy double chest-t. Hallod? Itt löveget. Emberünk. Akkor alvás. Ja, aludtunk, hülye vagyok. Az a hosszas keresések után itt van a végső, amit találtunk. Hát, én azt mondom, lehetett volna jobb is, de... 6700 blokkot mentünk el. Igen. Ott van Zeno. Ott lesz a, neki valami teraszos lesz, majd látjátok a videójában. Ezt követek el másfél órányi házépítés, de most ezt lerövidítem annyira, hogy 40 percnyi lépcsőépítés. Terasz! Ez a furcsa pinceszerű dolog, ami még mindig nincsen készen, de ha csak kész lesz, akkor menőn fog kinézni, ígérem. Tető! Nether portál. Na várjál, addig ki kell ütni ezt. Pigex-el is ugyanolyan gyors, mint kézzel. Kiütni az obszidian. De miért mondod, hogy egy darab kell, hogy befejezzük? De van nálam kettő. Obszidian. Honnan? Ott volt a chestben. Ja? Besegítek. One eternity later. Approximately 10 hours later. Two hours later. Big. 2,000 years later. 2 weeks later. A lávát azt anélkül nem lehet eltüntetni, hogy obszidián lőtte belőle. Csak a vizet. Na, rakjad le a kettőt. Jó. Én raktam volna. Azt elbasztuk. Miért? Miért? Próbáld meg meggyújtani? Mi az, hogy? Ja, lehet mert... ilyet. Ja, szélesebb az lehet, csak vékonyabb nem lehet. Jaj, bazdeg, a mikro... belekonyökölte a mikrofonomba, várják. Átestem a mindenem. Én nekem nem tölt be. Ati. Mi ez? Mit keresünk az outro képernyőn? Fogalmam sincs. Hát jól van. Akkor köszönjünk is, ha már itt vagyunk. Szóval ez lett volna az első része a Minecraft Survivalünknek. Ha tetszett, akkor megnézhetitek kb. Ugyanezt a videót Madár csatornán, csak 3-szor viccesebb. És
hogyha, de csak akkor, hogyha tényleg szerettétek a videót, akkor lájkolhatjátok is. Én Spelunky Manky voltam, és velem volt ma Madár is. Sziasztok! Sziasztok.